járulunk hozzá, amennyi fontos és amennyi szép. Ahogy a történelmi városmag egyre jobban terebélyesedett, Szövete befonta a háromkörös védműrendszer falait, bástyáit és polgárai igyekeztek, sőt, mai napig igyekeznek nem eltüntetni azokat, hanem beépíteni az életükbe. Mint kezdőépítész itt kezdtem el egy Rondella színháznak az újra álmodását, és 2004-ben adtuk át, tehát 16 év leforgása alatt szinte a teljes forradalmat, teljes mentális változását túlélte, és végülis kialakult az a csoda, hogy itt most szimfonikus muzsikát lehet hallgatni. Talán valami erős, pozitív töltet lehet az oka, hogy Szebenben és környékén mindig is élen jártak, sok mindenben. Itt volt például a jelenlegi Románia területén az első gyógyszertár, az első múzeum, az első könyvtár, az első színház, az első állatkert, de még az első vasból öntött híd is. Hazugok hídja nevéhez több legenda is fűződik. A legpikánsabb arról szól, hogy a Habsburg katonák ide csábították a helyi kislányokat, és ígértek nekik fűt, fát, hogy feleségül veszik. Ez nem történt meg. Ezért a kisasszonyok bánatukban megátkozták ezt a hidot, hogy bármilyen pár, aki hamis szerelemvallomást tesz a hidon, az alá omoljon össze. A Huettéren minden pénteken kistermelői vásárt tartanak. Ha semmiből egyszerre csak itt találnánk magunkat, a környékbeliek portékáját gusztálva és az épített környezetet látva, biztosan arra gondolnánk, hogy a világ boldogabbik felére csöppentünk. Aztán elég néhányat lépnünk, és a piac forgatagából már is Szeben evangélikus templomának szakralitása fogad. A nyüzsgő város után beszippant a csend, elmesélhetetlen az az atmoszféra, ami itt körbeölel. Elég csak ülni és hallgatni. Az orgona nagyon szép, 100 éves. Idén ünnepeljük ezt az évfordulót. Tökéletes romantikus zene játszására, vagyis a 19. század végi és a 20. század elejé zenékhez. A világ minden tájáról érkeznek ide emberek, hogy meghallgassák ezt az orgonát, mert annyira különlegesen kellemes a hangja. A templom kántora is messze földről érkezett, hogy újra és újra megszólaltathassa a csodált hangszert ebben a nem mindennapi térben. Eredetileg norvég vagyok, Lofoten városából, az északi sarkkörön túlról érkeztem, úgyhogy komoly váltás volt ide költözni. De eddig minden rendben van, az emberek igazán nyitottak. Boldogságot lehet érezni a levegőben. Köszönnek egymásnak az utcán is. A szebeni házak nem hallgatnak, ők figyelnek. Tetejükön a szemek, a szász építészet jellegzetes elemei, mint ahogy jellegzetes a sok-sok belső udvar, amik legendákat és érdekes történeteket tartogatnak a múltból. Ebben a bástyában töltötte gyerekkorának egy részét Kós Károly. Később írásaiban megemlíti Nagyszebent, és bevallja azt, hogy Nagyszeben építészete ihlett forrás volt számára. Nagyszeben két főtere, a Kispiac és a Nagypiac, szűk sikátorokon keresztül nyílnak egy másba. Komoly és könnyű kultúra egyaránt otthon van itt. Egy-egy filmfesztiválba, koncertbe vagy régiségvásárba könnyűszerrel belebotolhatunk. Ahogy különös építményekbe is, ha nem nézünk a lábunk elé. Ezek 15. századi magtárak, 4 méter körte alakú mélyedések a földben, ahol a magukat tárolták. A szászok találták ki, hogy a túlélőknek is mindig legyen, amiből tovább élni, ha talán megtámadják a várost is leégetik. A főtéren évszázadokkal ezelőtt kivégzéseket tekintettek meg az emberek, ma inkább a koncertek divatosak. Az idők múlnak, a szórakozás változik. Melyek lesznek a 2016-os év legfontosabb gazdaságpolitikai intézkedései? Milyen vált